Legyen örök fénylő napja. Minden rendben van, mindjárt mesélek, van megoldás. Vár ránk a Tatai Vár, kedves barátaim! És most mesélek egy érdekes dolgot, hol voltam ma. Röviden elmondom nektek, voltam temetkezésen, meghalt egy távoli rokonom, és ami volt, ami érdekes volt, ez az volt, aminden gondolkoztam, és ez engem inspirálta csinálni egy új videót, az volt, hogy eljött a pap, és elmondta nagyon jó imákat, nagyon jót mondott, és mondta akkor, kedves uram, itt van a te szolgád, a László, és tessék elvinni őt a mennyéhez, vidd magaddal, itt a kapuban van, és akkor mindenki meg van győződve, hogy ilyen jó dolog, hogy élsz, ahogy élsz, egy életed, jó vagy rossz vagy, nem számít, csak legyél hívő, de most gyakorolsz vagy nem gyakorolsz, nem lényeg. És utána majd jönnek halál pillanatba, vagy halál után temetkezésre, elénekelnek egy két imát, és akkor el fogsz menni az Isten országába. Hát nem így van ez. Az biztos, hogy ha valaki őszintén imádkozik, hogyha van egy jó pap, és imádkozik egy lélekért, az biztos, hogy segít, az biztos. Az kétségtelenül, hogy a rokonok, ismerősök, barátok, bárki, és minél több ember imádkozik elhunytért, akkor biztos enyhíteni fog Isten, és segíteni fog. De az, hogy nem csináltam életemben semmit, a lelki dolgot, és utána valakik jönnek, énekelnek, és akkor én már jó helyzetbe kerülök, ilyen nincsen sajnos, ez nem működik, hanem fontos, hogy én milyen tudatban voltam egész életemben, mert ez befolyásolja azt, milyen tudatban leszek halál pillanatban. Mire gondolok? Itt van nálam kezemben Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita 8. fejezet magyarázza. Következőt. 6. versben. Yam vapismaran bhavam. Azt mondja. Amire gondol ember a halál pillanatban. Milyen állapotban van? Tyajjat antakalevaram. Antakalevaram halál pillanat. Utolsó pillanatokban. Mikor haldoklik. Tam-tam evaite kontiya, sadatat bhava bhavita. Az az ember olyan állapotot majd éri el. Szóval a magyarul arról van szó, hogy mire gondolok halál pillanatban, ezen a vizsgán, amire gondolom én halál pillanatban, majd oda fogok elkerülni olyan testbe. Hogyha én gondolok mondjuk a feleség a férjre, és a férje véletlenül szent volt, akkor jó. De hogyha nem, akkor férfi lesz belőle a következő életben. Hogyha kutyára, macskára gondolom, hogy mi lesz vele nélkülem, akkor kutya-macska testet fogok kapni. Ami dominált, amit én az életemben csináltam, azt fog befolyásolni azt, amire gondolom utolsó pillanatban. Ez egy törvény, ez mondja Isten. Ezért nem mindegy, mire gondolunk, mi halál pillanatban. Mert utolsó gondolatokat az életünkbe nem tudjuk mi már irányítani, befolyásolni, mert olyan változások történnek a testével és a tudatunkkal, hogy nem uralunk mi. És az automatikusan, vagy mondjuk így, halál pillanatban egy mechanizmus indul be. Ahogy mindig van mechanizmus az életünkben, hogy hogyan működik a prána a szervezetünkbe, a vér, az emisztés, annyi sok van, ami szervezetünkbe megy, mechanizmusok, halál pillanatban ugyanúgy fog történni, és ott ki fog hatni a tudatra, amelyeket mi nem fogunk tudni irányítani. Biztos ti is olvastatok és hallottátok sok történetet, hogy mikor ember klinikai halál vagy valamilyen halál pillanatban van, akkor lejátszik szem előtt az egész élete, és ez így van, rögtön fog menni ez a film az egész életről, és olyan dolgokra is fog emlékezni az ember, amelyek rég-rég elfelejtette rossz és jó döntéseket, amire büszke is lehet, de amiért szégyelni is fog, ezeket minden fognak feljönni emlékezetbe, és a végén megáll egy utolsó kocka, utolsó pillanatban. És ez lesz az a kép, amely következő életre fog neki mutatni a formát, milyen formát kapok, milyen testformát kapok az életemre.
Ezért mondja Bhagavad Gita, hogy mi az a kedvező halál pillanatban, mire kell gondolni, mi a legjobb. És akkor Krishna mondja, hogy antakale cha mameva. Antakale. Anta vége. A vége, halál, az élet végén, utolsó pillanatban, cha mameva, hogyha ember egyedül rám gondol, rám emlékszik. Smaran. Smaran muktva kalevara. Smaran az azt jelenti emlékezni. Hogyha csak Istenre emlékszik ember, utolsó pillanatban, mi lesz utána? Akkor az lesz, yat prayati samad bhavam, yat nasti altra samsaya. Krishna azt mondja, olyan ember hozzám fog eljutni. Szóval, hogyha valaki emlékszik Istenre halál pillanatban, akkor el fog jönni hozzá. Hogyha másra gondolsz, akkor máshova fogsz elkerülni. Ez a törvény, így működik az életünk. És utána ő azt mondja, ezért azt mondja, tesz mátszárvesu kaliesu, mam anusmaram judecha. Krishna azt mondja, ezért mindig az életen, minden pillanatában cselekedj úgy, hogy gondolj mindig rám. És tesz mátszárvesu kaliesu, mam anusmara judecha. Gondolj mindig rám, próbáljál, gyakoroljál valami jogád, lelki életet, judecha. És akkor végezz a kötelességed. Nem kell otthagyni családodat, munkádat, nem. De mindig próbálj rám gondolni, mert ezáltal biztos halál pillanatban fogsz rá emlékezni. Erről beszél az Úr, és automatikusan nincsen. Viszont, amikor vannak meghívva halál, legjobb az, mikor már nem halt, meghalt már az ember, amikor halduklik, amikor tudatnál van, akkor a szentek például, mi is ezt gyakoroljuk, mikor valaki halduklik, akkor jövünk, mert van egy gyakorlat, mit kell, hogy kell kísérni a lelket a köszöbhöz. Hogy akkor hogy, mi fog történni, hogy kell bátorítani, hogy kell adni egy kis erőt neki, hogy kell érzelmi erőt adni neki, és vezetni a köszöbhöz, felkészíteni, mert utána köszöb mögött neki már tovább kell lépni, de ezt fel lehet készíteni, és halál pillanatban az a legjobb, hogyha ott van valaki segít, és nagyon jó, hogyha énekelnek a mantrákat, vagy imákat, mindegy, lehet muzulmán, keresztény imákat, mindegyik nagyon jó, mi szoktunk Hare Krishna mantrát énekelni, ez nagyon jó, utána, mikor meghalt, utána is jó csinálni ceremóniákat, ezek minden jó dolgok. Szóval lehet segíteni, lehet, hogyha jönnek a papok segítenek, jöhet a krisnások segítenek, de ez csak segítség. Mi ember helyett nem tudjunk megcsinálni úgy, hogy ő egész életben bármit csinált, és akkor most elmegy lelki világba. Lehet, hogyha olyan erős valaki, szent ember, mint ti, Jézus Krisztus, vagy Srila Prabhupád, vagy az én lelki tanítómesterem, ők erre képesek. Én nem vagyok erre képes, nem vagyok olyan tiszta, de sok mindenben tudjunk segíteni. Szóval mindannyian ott leszünk. Mindannyian. Mostani világban el van simítva az egész. Miért? Mert hogyha te halálra gondolsz, nem tudsz élvezni, nem tudsz csinálni biznisz nekem, akkor inkább ne gondoljál halálról, most akkor ugye gyorsan legyen ez a temetkezés, sics-súgy, el van intézve, és mennyi tovább élvezni, ne felejtsd el, mert legyél vásárló, legyél ilyen, ilyen. Ez nem jó. Mindig kell gondolni halálról, mert ha nem készülök rá, akkor utána késő lesz. Írjátok, mit gondoltok ti róla, mi a véleményeteket erről a témáról. Iratkozzatok fel, légy szíves, a csatornára. Tegyitek lájkukat, majd találkozunk, köszönöm szépen, Hare Krishna!